Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, én Dave vagyok, ez itt a Fun with Geeks, apa ego kacsi! Szia kacsi! Sziasztok! Jó reggelt! Jó reggelt! Ez pedig a Pod of the Morningnak a hasamra ütöttem, és azt mondtam, hogy a 77. epizódja, de ez lehet 80, lehet 60. Ne, őszintén szóval tényleg fogalmam nincsen, szerencsére ezt már Hunter tartja számon, úgyhogy... A Badalcsák, nagyon szépen köszönöm a Prime-ot, szép jó reggelt neked is, és R. Péter, neked is nagyon szépen köszönöm a 3 hónapot, szép jó reggelt és finom kávét mindenkinek. A finom kávé az természetesen adott, a finom nélkül. Elfogyott a jó kávénk, úgyhogy a rossz kávét isszuk. És a borzalmas, borzalmas. Ó, az szomorú. Nagyon szomorú, fú, tényleg szar ez a kávé. Nem nagyon gáz, de szar. Bressz, köszönöm szépen az 5 hónapot, mindjárt fél év. Jó reggelt, Vietnám. Fú, de megnézném. Azt nagyon megnézném, 100 éve nem láttam. Én még soha nem láttam végig, de majd egyszer. Soha nem láttad végig? Pedig... Soha. Szétszaggatja a lelkedet. De nem tudok izét nézni, nem tudok Robin Williams filmeket nézni, mert összetöri a lelkemet. És a lelkem összetörésére arra most ott van a Twitter. Hogyha valami nagyon kell, ha nem, akkor a Facebook feedemben a hírek. Tehát, hogy lélek összetörésére rengeteg helyre tudok menni. Lélek gyógyításért viszont nagyon kevés helyre tudok most éppen menni. Úgyhogy András, te vagy ma a mencsvárom. Hát jó. Igyekezni fogok. Öt vidám, megnyugtató dolgot kell mondanod ebben a streamben, és rendben vagyunk. Jó, nagyon gondolkozni fogok, hogy mik ezek. Vége van a fesztiválnak. Az megnyugtató. Mikor fognak kisimulni a ráncaid? Mert ez most egy hónap kőkemény veretés volt, ami amikor már egyszerű volt, akkor is megtaláltad a módját annak, hogy halálra szopasd magad. Ja. Hát figyelj, most azt mondom, hogy nagyon furcsa, hogy egy hónapig tényleg minden estémet, vagy minden napomat legfeljebb ilyen 7 óráig osztottam be, akkor is, amikor nem én voltam ügyeletben, mert hogy mindig úgy voltunk Imivel, hogyha bármi probléma lenne, akkor a másik álljon készen, aha. Igen, akkor be tudjunk ugrani, és ez nyilván nem tudom, a szombatesti beszélgetések, amiket Imi vitt, ott már nem állt fent ez a probléma, meg ő is tudta, hogy így a checkpointba így nem kell majd beugrania, mert azok viszonylag simán elmennek, de nyilván amikor nem tudom, Majkával meg Gangsta Zolival ment a Steam, vagy valami hasonló trükközés ment, akkor bizony igenis készenlétben állt a másik, meg volt, hogy be is kellett ugrani. Úgyhogy egy izgalmas volt egészen végig. Furcsa, hogy most már nem kell ezt csinálni. Azért élveztem, voltak jó pillanatai, amikor stöki fejére Sas József képet vághattam, de mindent egybevéve azért nem bánom, hogy most vége van, és van egy kis pihenés. Egészen pontosan egy hónap, kaci, hogyha jól számolom. Hát igen, hát szerintem ez azért nem lesz végig pihenés, ez az egy hónap. Ó, nem, ezt most már... Ez a június, ez úgy néz ki, hogy ez mög lesz pörgetve egy egész kicsit. Azt akarjuk, hogy júliusban ne kelljen vért izzadva csinálni mindent, akkor júniusban igencsak előre kell dolgoznunk. Ó, bizony. De ez mókás lesz. Egyelőre nem beszélhetünk róla sajnos, hogy de újabb közös projektbe kezdünk kacival. És júliusban indulunk, és a június az arról fog szólni, hogy előkészítjük ezt a projektet, hogy az a mérhetetlen hosszú fasz, ami repül felénk, lassan, de elég gyorsan, hogy kárt okozhasson, annak a méretét csökkentsük, mire az eléri a szánkat. Viszont nagyon szórakoztató lesz ez, vagy legalábbis nagyon szórakoztatónak tűnik innen, és aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz valójában szórakoztató nektek és nekünk egyaránt.
De én bízom, bízom magunkban. Egészségére, Jócsinak. Ex Jócsi, azt mondja mindenki. De főleg András. Nagyon, nagyon, nagyon káoszos volt ez az elmúlt hét. Vagyis, hogy igazából az elmúlt két hét. Én egy túlságosan empatikus ember vagyok, aki így magára veszi a többi ember és az egész világ problémáit for whatever reasons. Úgyhogy nekem nem szabadott volna az elmúlt időszakban semmilyen híreket olvasgatnom. Semmilyen híreket. Hát az a durva, hogy csak nagyon szar híreket lehet olvasni. Csak szar híreket. Tehát, hogy így nem történik nagyon jó. Az egyetlen jó hír az lesz, amikor landol az inboxomban a Last of Us 2 kulcs. Ez az egy jó hír van, amit erre a hétre. Így hogy is mondjam. Beterveztem. Na az, ja, az elég jó lesz, az elég jó lesz. Meg... nem is tudom. Barkácsolok majd a héten, az is jó lesz. Kicsit negatív vagyok. Jó, hogy hétfőn nem kellett dolgozni? Hétfőn valóban nem kellett dolgozni. De hát érted, ingyen élő streamer vagyok, úgyhogy soha nem dolgozom valójában. Szartam. Én ezekről annyira lemaradok egyébként. A SpaceX jó hír, igen. Hogy írt valaki még pénteken, hogy beszélgessünk, már hogy nem beszélgessünk, hanem valami a Zoli, a társasjáték.com-os. Aha. És írt pénteken, de akkor már pont D&D-ztünk, és akkor írta neki, hogy már épp livestreamelünk, tudjuk ezt tolni holnapra. És mondta, hogy persze, és aztán írt szombat este, amikor pont nem voltam otthon, hogy hát kicsit megcsúszott a izé, de hogy akkor most úgyis hosszú hétvége van, akkor majd keres kedden. És akkor én meg így álltam, hogy hosszú hétvége? Miért van hosszú hétvége? Na mindegy, hát akkor majd kereskedden. És aztán hétfőn, mikor elindultam otthonról, és hogy majd hazafelé majd bemegyek boltba, de ugye tudod, hogy ma pünkösd van. Adjál már a hülyeségekkel, hát... Hogy én erre menet közben döbbentem rá. Nagyon hasonló a helyzet Dávidnál is. Nálunk itt volt ugye a család hétfőn, ilyen... gyereknapi grillezés, és így le volt osztva, hogy kinek mit kell vennie. A három fiúból három felejtette el ezt a pünkös hétvégét, úgyhogy a bátyám éjjel-nappaliban vett italokat, én meg szenet, illetve fagyit a benzinkúton. A Magnum az egyébként sem a legolcsóbb fagylalt, na de egy benzinkúton. Nice. Úgyhogy saját magamat okolhatom, csak saját magamat okolhatom, de valahogy ez nekem nincsen meg, tehát hogy így amellett, hogy tényleg pünkösd, érted, az emberek nagy része nek fogalma sincsen, hogy mit ünnepelünk pünköskor. Én azt hiszem, hogy a feltámadást egyébként, de megmondom őszintén, hogy én se tudnék megesküdni rá, pedig én azért lehúztam a kattyaroknál egy pár évet, de aztán utána így szép lassan elkezdtem kizárogatni ezeket a dolgokat. Azt hiszem, a feltámadás ünnepe egyébként a pünkösd. A vegán magnum nagyon finom, így van. A Szentlélek kiáradása? Pünkösd a mennybe menetel már? Húsvét a feltámadás, tényleg húsvét a feltámadás. 40. napot, amikor mennybe ment, igen. Látod, fogalmam nincsen. Elképzelés. Na hát ez pont olyan, mint amikor a Star Wars timeline-nal küzdök pont ugyanígy. Hogy jó, várjál, akkor az előtte volt, az utána volt. Van az a Timelines nevű játék, tudod, a társas játék, amikor az a lényeg, hogy így bizonyos franchise-okból így sorba rakd a történéseket. Uh-huh. Megfelelően, és tudod, így rakod be a kártyáidat, hogy minél előbb volt, és minél később volt. És
És pont így vagyok a katolikus ünnepekkel, hogy pont annyira kitalált, és pont annyira nem tudom, mint amennyire a Star Wars-szal vagyok néha összezavarodva. Jaj, egy princi nem zokog, princi nagyon jól tudja, hogy én nem vagyok egy nagy katolikus, vagy vallásos, vagy hívő. Húsvét utáni 50. nap. Ez egy katolikus stream, ez egy keresztény stream, mindegyik stream keresztény. Amúgy is gyereknap, így van, gyereknap. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő. Aha, most volt. Hogy a Bibliát fogod húzni érettségén? Attól nem kell félni. Nem kell félni, abban a biztos tudatban csináld, hogy azok, akik a másik oldalán ülnek adnak az asztalnak, azok nem olvasták. Tehát, hogyha eltalálod az evangélisták nevét, akkor onnantól néha csak hozzáteszed, hogy Máté 21-21, és mellé egy szép összetett mondatot. És már is ott vagy. Fogalmuk nem lesz itt, de... Jaj! Mivel töltöd a hetedet, Andrásom? Kérlek szépen. Most, hogy ilyen későn indult. Elkezdtem a Last of Us 1-et újra játszani, úgyhogy... Úgyhogy azzal nem haladok nagyon gyorsan, mert találtam, hogy hát jó, azért mégiscsak hardon kéne játszani. Nem. Mégiscsak egy túlélő játék. Nem, hát a hard fölött még van még két nehézség, a Survivor meg a Grounded. Igen. Szóval, hogy azért van nálam hard, meg mit tudom én. De úgy voltam vele, hogy mégiscsak túlélő játék, akkor játszunk hardon. És nyilvánvalóan itt azért vannak már dolgok, amikbe bele lehet szaladni, és azt a tök meglepő, hogy én nagyon sok évvel ezelőtt szerintem még PS3-on játszottam, még mielőtt kijött volna a PS4, nem tudom, valahogy PS3-on játszottam még a Last of Us-t, és a remastert azt most talán egyszer már belekezdtem egy fél órát, de azt nem lett belőle semmi. És hogy szóval nagyon-nagyon sok éve volt, de hogy így csomó mindenre emlékszem. És ez tök meglepő, hogy ilyen konkrét képek vannak előttem. De hogy van egy rész, amivel emlékszem, hogy régen is szentségelve szoptam vele egy órát, és most ugyanúgy szentségelve szoptam bele egy órát. Én azt hiszem, hogy tudom, hogy melyik rész az. Pedig valójában csak, nem tudom, három runner meg egy clicker van egy szobában, és azokat kell körbe táncolni a Joellel. Tudom, hogy melyik rész az. Ilyen, egy ilyen kőépület, amit így oldalról látsz, egy ilyen lebomlott kőépület, kétszintes. Aha, és a tetején is vannak, balra van benne egy szoba, ott is van egy clicker, és van egy fal középen, és ott kell elmenni, és hogyha meglátnak, megölnek a picsába, mert ennyit nem tudsz elintézni. Igen. Ugyanezzel a résszel végtelen mennyiséget, de hogy végtelen mennyiséget szoptam, tökéletesen emlékszem rá. Nagyon fájt. Ez az, amire emlékszem. És tényleg így, nem tudom, beleszopódok egy csomószor, na mindegy, de azt megcsináltam, és most így úgy döntöttem, hogy így nem fogok a felhőkarcolós, igen. Töltögetni. Nyilván kénytelen vagyok visszatölteni, ha meghalok, de hogy alapjáraton nyilván megpróbálom sneakyben játszani a játékot, de hogyha lebukok egy ellopogodós sequence közepén, akkor nem töltök vissza, hanem hogy akkor megpróbálok együtt élni a tetteim következményével. Ez nyilván így még jobban megnehezíti a játékot, de úgy voltam vele, hogy ez most legyen így. Ez most legyen így. Én, ha egy életpontot és egyel több téglát vesztek, mint amennyit indokoltnak érzek ebben a szituációban, akkor onnan jöttem ki úgy, hogy
csináltam egy mentést, úgy, hogy semmi életem nem volt, és elkezdtem könyörögni, hogy akkor találjunk utána valamit, mert ha nem, akkor itt vége van a világnak. Ha még egy ilyen nehezebb rész jön ezután, akkor vége, akkor le kell raknom a játékot. De azt hiszem, én is hardon játszottam egyébként. Meg én ugye végigjátszottam a Last of Us-t, mert én teszteltem, még a PS3-as megjelenés előtt. Aztán a megjelenés után végigjátszottuk Viktorral ketten egy izében, egy GameStart-ban, a GameStar csatornájára. Aztán végigjátszottam, amikor megjelent a Remastered a megjelenés előtt, mert teszteltem. És aztán végigjátszottam egyszer csak úgy Julcsival a Remastered-et, a Left Behind-dal együtt. És aztán még egyszer elkezdtem valamiért, valamikor. De hát ez nagyon-nagyon jó volt. Jó, hát Last of Us, érted, akárhányszor. Ja. Úgyhogy, én is élvezem, mondom, még tök az elején vagyok, szóval ott hagytam abba, hogy most maradtunk ketten az Elivel. Úgyhogy izgalmas lesz. Ez lesz most a projektem a következő pár hétre, aztán, ha majd megjelenik a effektíve kettő, meg a barátnőm végez a vizsgaidőszakkal, akkor aztán rámegyünk arra. Közben meg ezen a héten közös projektünkön fogok nyilván dolgozni, meg nekiülök a saját Twitch-em kipofozásának. Na, milyen közös projektetek van? Nem, hát a mi közös projektünk, jó? Jó. Azt ma megyünk, ugye? Ma. Ma megyünk. Ma 5. Azt mondta Gergő, hogy 5. Igen. Mert hogy én először 3-ra készültem, aztán 4 lett, és igen, akkor most 5. Igen, aztán 4, igen. És most Gergő azt mondta, hogy 5, de... Jó, hát ott leszek. Ma jönnek Julcsi nagynényék, akik a legmegnyugtatóbb élőlények a Földön. Te ismersz olyan embert, Kaci, akinek... a puszta lényéből egy ilyen megnyugtató energia árad. Tehát ránézel, és az jön le belőle, hogy bazdmeg, ez az ember minden kellemetlenség, minden probléma ellenére is elégedett, és nyugodt, és így árad ki belőle, bazdmeg, és így semmi más nem, csak így oda megyek mellé, és így jöjjön. Nagyon jó érzés látni őket, meg így együtt örülni az elégedettségüknek, és nyilván irigykedni. A Lajos, tényleg zseniális arc, vadász, de ilyen természetvédő vadász, tehát hogy ő nem ezért sportból öl, hanem fajfenntartás, meg effektív étel. És ő egy nagyon-nagyon-nagyon különleges ember. Mesélte pont múltkor, amikor itt voltak, még februárban, vagy valamikor, hogy mesélte, hogy elment egy, azt mondja, hogy nem tudom pontosan visszaidézni a sztorit, de egy ilyen kolostorszerűség igazából, csak a vallási dolgok nélkül, ahol két hétig volt ott úgy, hogy nem szólalt meg. Hogy oda mennek az emberek úgy kitisztulni, hogy se telefon, se tévé, se semmi, és két hétig egy szót sem szólsz senkihez. El tudod ezt képzelni? Csöndben ülsz saját magaddal. Két hétig. Nem vagyok benne biztos, hogy erre képes lennék. Nagyon-nagyon durva. És nyilván ez egyfajta egy ilyen spirituális utazás abból a szempontból, hogy tényleg együtt vagy saját magaddal, és senki másra nem támaszkodhatsz, meg senki más nincs ott úgy. Fizikailag ott van, de sehogy máshogy nincsen ott. És olyan dolgokat derítesz ki saját magadról, amit szerintem
semmi más módon nem lehet. Hát ez biztos. Mert két hét alatt azért az összes démonkának elő tud jönni, na, aminek elő kell jönnie. Lenne nagy egyetemértés. Ja, nagyon azt mondta, hogy az eleje az ilyen tényleg iszonyat szenvedés volt. Na, hogy az eleje funny volt, aztán utána ilyen iszonyat szenvedés, és aztán pedig ilyen hibátlanság. Tényleg olyan mélységek itt tudsz leesni, hogy máshogy nem. És szóval így kell elképzelni Lajost, hogy ő így saját önszentából azt érezte, hogy neki szüksége van egy kis rigrupolásra, és elment és megcsinált egy ilyet. Csak abból, hogy nagyon nehéz szavakkal leírni azt, hogy milyen hatása van ez az emberre. De én nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, szerintem nem tudnám megcsinálni. Bár egy ilyen hardcore önismereti kurzusnak tűnik ez így távolról. Nagyon-nagyon durva. Ja. Két hét az nagyon sok. Két hét az nagyon-nagyon sok. Egy nap is nagyon-nagyon sok. Volt olyan, hogy Júlcsi elment itthonról, és akkor effektív egy napig így nem szólaltam meg, mert így nem volt kihez. És akkor üldögéltem, csinálgattam a dolgaimat, de hát csinálgattam a dolgaimat, érted? Nem ültem egy helyben, tehát hogy rengeteg impulzus ért, és az, hogy így beszéljek, az nem hiányzott feltétlenül. De érted, itt volt a számítógép, a switch, a cigi, a kávé, a mit tudom én. Tehát itt volt minden, ami effektív impulzus. És valamilyen formában helyettesít. De hogyha az impulzust is elveszed, és nincs semmi, amit így tudod, így másfél percenként így előveszed a telefonodat, és nyomsz rajta kettőt, meg megnézed, hogy mi történt Twitteren. Tehát, hogy nincsen ilyen, tehát, hogy ezt kiveszed az egyenletből. Te elképzelhetetlen. Elképzelhetetlen. Ja, én amikor csinálok valamit, akkor is beszélek magamba, úgyhogy és mindig csinálok valamit, úgyhogy ez minden szempontból lehetetlen küldetésnek tűnik. Ja, de nem tudom, hogy eljutok-e odáig, hogy azt érzem, hogy ez lesz a megváltás. Itt várni a buszt a többi emberrel telefon nélkül. Csináljátok ti is azt, hogy néha én nem telefonozok a buszon, hogyha egy mód van rá, én zenét hallgatok, és ez az időszak az, amikor úgy tudok zenét hallgatni, hogy semmi más nem kell csinálnom, úgyhogy tudok figyelni a zenére. Mert egyébként meg mit tudom én, háttérben szól a podok alatt, háttérben szól, amikor csinálok valamit a gépen, dolgozom, háttérben szól, amikor kiindulunk a kertben, de hogy így nem zenét hallgatsz, igazából csak ott van a háttérben. És nekem a buszozás az, amikor szól, és figyelek rá, és közben nézek körbe, de hogy így figyelek rá. És a buszon mindenki így. Mindenki. Volt olyan buszút, ahol nem volt egyetlen egy olyan ember sem a buszon, aki ne így begörnyedve a telefonját nyomkodta volna. Én meg nagyon szerettem nézni az embereket. Nem tudom miért, de nagyon-nagyon szeretem. Igazából tudom, hogy miért. Amikor ránézel egy emberre, és így nyilván így végig gondolod így a saját problémáidat, hogy bazeg, mennyi minden van, mennyi mindent csinálsz, mennyi embert ismersz, mennyi dolgod van, és mennyi problémád van. És aztán ránézel egy teljesen random emberre, és így eszedbe jut bazeg, hogy ott van még 2500 terrányi adat abban az emberben, ugyanazokkal a problémákkal, életúttal, jövővel, mit tudom én, és olyan picinek érzed magad, olyan jelentéktelennek, mert utána nyilván ezt felszorzod a busz mennyiségével, aztán felszorzod azzal, hogy hányan vannak Budapesten, Magyarországon és a világon, és hirtelen ekkorának érzed magad, ami a legmegnyugtatóbb érzés a Földön, amikor csak ekkorának érzed magad. Jaj.
A Plétház egy hetében? Miért, mi volt neked a Plétház egy heté? Mikor volt egyáltalán Plétház? 100 éve? Nagyon rég volt. Most nem volt tavaly ősszel, ugye? Nem. Nem, az még a Hung Expo-s volt az utcsó? Igen, a Hung Expo. Amikor fenn voltunk a VIP-ben, nem? A kocsis. Kocsis? Hát tudod, a kis elektromos kocsi. Igen, igen, igen. Na, az volt a kedvenc Plétházam. Az 2018-ban volt. És 19-ben nem is csináltunk. Biztos? 19-ben nem csináltunk, igen. Ez volt az, amikor azt hiszem Good Like elütött valakit, elütött az operatőrt. Azt hiszem Good Like. Jaj, bocsánat. Én csak ledöntöttem a díszletet. Ledöntöttem a díszletet azzal a kocsival, de az annyira hibátlan volt. Olyan, nagyon akarok ilyet itthonra. Nagyon-nagyon-nagyon vicces. Nem nagyon lehet vele mit csinálni, de főleg itthon, mert ehhez kell, érted, egy Hung Expo. De azért kellene. Néha csak így kimenni így az utcára, és így a blokk körül így... Imádnám. Imádnám. Jaj. Mindenem fáj. Nem tudom miért. Jaj, nekem is így a hátam az eléggé be van állva, de találtam egy ilyen tök jó reggeli gyakorlatot, amit így elvileg minden reggel meg kell csinálni. Ma reggel mondjuk nem csináltam meg, de hogy ilyen, csak ilyen a földön fekve egy kinyújtózó jobbra-balra, majd átküldöm Dávid, és akkor... Nagyon jó. Egyébként is a földön fekszem, ott már nyújtani is tudok. Hát az kiropogtatja a hátadat így reggel. Nekem az egyik ilyen wellness hétvégén egy masször bácsi mondott egy nagyon jót, hogy hogyan nyújtsam ki a hátamat, hogy ne fájjon a hátam és a fejem. Uh-huh. És azt csinálom, amikor eszembe jut, sajnos két hetente egyszer jut eszembe. A szabad feldobni témát, ugye ez a George Floyd ügy, ami most... és mondjam, mozgásban tartja éppen nem csak Amerikát, hanem az egész világot is. Srácok, az helyzet, hogy nincsen nagy ügy. Tehát, hogy nincsenek nagyon kérdőjelek. Ki az, aki látta a videót? Fel a kezekkel, aki látta a videót. A New York Times-nak a YouTube csatornáján egyébként van egy nagyon jó videó, nem csak ebben a témában, hanem egy csomó korábbi ilyen gyilkossági ügyet, meg egyéb bűntényt is. Ők ilyen rekonstruálnak, meg összeraknak, hogy nem tudom, 911 dispatch call-ok, értényelő kamerák, szemtanúk kamerái, meg minden alapján ilyen másodpercre pontosan rekonstruálnak eseteket, és egy csomó szemszögből megmutatják, meg tényleg ilyen effektíve detektív munka, mint ahogy egy videójátékban látnád, hogy így össze van rakva utólag egy eset, és erről az esetről is csináltak egy tök jó ilyen 10 perces magyarázó videót. Ha valaki szeretné, nyilván ezek ilyen nagyon durva dolgok, mert effektíve látott kamerán sokszor meghalni azokat a szerencsétleneket, de hogy ilyen tök jól utána mennek a dolgoknak, meg kivontják az egészet. Ez kicsit olyan, mint a Eagle, vagy Legal, aki ilyen popkulturális bűnügyeket, tárgyalásokat, meg ilyen mostani aktuál gazdaságpolitikai dolgokat tárgyal ki jogi oldalról. Nagyon-nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Sajnos nekünk teljesen más az igazságszolgáltatási rendszerünk, úgyhogy igazából ez csak egy ilyen érdekesség. Haszontalan tudásanyag, amit nem nagyon tudsz felhasználni. Nekem nagyon egyszerű a véleményem erről az ügyről. Ha láttátok a videót, akkor igazából nincsen nagyon sok kérdőjel. Az a szerencsétlen ember, az könyörög az életéért, miközben térdelnek a nyakán. És innentől kezdve igazából nincs mit tárgyalni.
mert ezt úgy hívják, hogy gyilkosság. És az a helyzet, hogy nagyon nehéz beleképzelni magad ebbe a szituációba, amelyben az amerikai feketék vannak, mert alig 50 évvel ezelőtt még, érted, tehát, hogy egy secondary, tertiary állampolgárként éltek, pár évvel korábban pedig effektív rabszolgaként, és hiszem, hogy a 80-as években még nem ülhettek ugyanott, ahol a fehérek ültek, és akkor a 90-es években, nem, a 80-as években már azt hiszem, hogy sort of rendben volt. Viszont ez ugye bele van oltva igazából az egész országnak a DNS-ébe, és a rendfenntartó szervek, azok között vannak olyanok, akik effektív rasszisták, és egy rendfenntartó szervnek teljesen pártatlannak kell lennie, csak a jog és az igazság oldalán. És ezt több ízben is látjuk, hogy itt kurvára nem történik meg. Tényleg elképesztő, hogy mik történnek Amerikában. És erre rájön az Amerikai Egyesült Államok elnöke, aki ahelyett, hogy meghallgatná ezeket az embereket, és megpróbálná csitítani a kedélyeket, azt mondja, hogyha nem tudják a vezetők, az adott államok vezetői kézben tartani a dolgokat, akkor beveti a katonaságot, és jön a martial law, ami bazd meg, a olaj a kibaszott tűzre, ettől a fogyatékos, szerencsétlen gecitől bazd meg, aki tényleg a leges legalja ennek az egész világnak. Mert hogy semmiféle empátia vagy compassion nincs ebben. Nem úgy, mint a Miami rendőrség, akiknél ugyanilyen tüntetések voltak, és a Miami rendőrség az kisétált a precinct elé, hogy hívják ezt, rendőrfőkapitányság elé, a tüntetőkkel szemben, és letérdelt, és együtt érzett velük, és bocsánatot kértek azért, hogy ez történt. Mert bazd meg, ez a megoldás, mert ezt nem magyarázott ki. Ezt nem magyarázott ki, mert ha van egy ilyen ember, és nem egy ilyen ember van, mert ott állt mellette egy másik rendőr, és végignézte ezt az egészet, érted? Végignézte anélkül, hogy közbelépett volna. És hogyha valamit ennyire félvárról tudsz venni, és valamit ennyire természetesnek tűnik neked, akkor az valószínűleg előfordul. Nem kicsit gyakran. Másik három, igen. Szóval... Én szerintem a rasszizmus az önmagában egy fasság, önmagában egy hülyeség azt mondani valakiről, hogy a bőröd színe miatt te ilyen és ilyen ember vagy. A társadalom tesz olyan emberré, amilyen vagy. Nyilván nekünk a legközelebbi példa erre az egészre az a hazai cigányság, akiket nyilván lehet okolni sok mindenért, de azért, hogy vannak a cigányságnak egyes részei, akik nagyon nehezen illeszkednek be a társadalomba, az a mi hibánk. Mind a kettőnké, de amikor ott állnak a kibaszott, mérhetetlen mennyiségű EU-s pénzek, amik direkt arra vannak, hogy az etnikumoknak a felzárkóztatását segítsék, és azok a pénzeket nem tudják elkölteni normálisan, mert mindenki fosik-szarik bele ebbe az egészbe, akkor onnantól kezdve én azt gondolom, hogy lehetséges, hogy nincs annyira okunk itt most rossz is táskodni. Úgyhogy... Ja, a mi hibánk az, hogy hősnek tartják azt a srácot, aki két embert szíven szúr. Nem erről van szó, Zón. Egyáltalán nem erről van szó. Egyáltalán nem erről van szó. Az az ember, aki két embert szíven szúr, annak börtönben van a helye. Viszont nem árt esetleg azt is megvizsgálni, hogy hogyan jut el egy ember oda, hogy csak azért, hogy a barátjának bizonyítson valamit. Két ember életét elveszi, mert hogy ennyire kevésre tartja az emberi életet. Tehát azért, amíg ezek az emberek nincsenek kiszakítva ebből a spiralból, addig ez van, és nincs más. Addig ez van, amíg ellenségeskedés van, addig ez van. Amikor elindul valamiféle
empátiából gyökeredző kornyújtás valaki felé, addig bazd meg, nem tudsz mit csinálni igazából. De nagyon kevés emberben van meg annyi, hogy segítsen, és hogy egyáltalán foglalkozzon, vagy megfogja ezt a problémát. Mert ez az, ami... Kávészünet, köszönöm szépen. Szóval, igen, ez az én véleményem. Én szerintem a rasszizmus hülyeség. Ez az igazság, hogy szerintem a rasszizmus hülyeség félelemből ered, és ez egy hozott dolog, amikor egy fiatal kölyök már akkor utálja a cigányokat, amikor még soha az életben nem látott egyet, és egy amerikai fiatal már akkor fél a feketéktől, amikor semmilyen rossz élménye nem volt velük kapcsolatban. Mert hogy ezt otthonról hozod, és én ezt egyébként a veszprémi baráti körömön láttam gyakran, hogy mi az, amit otthonról hoznak, és bazd meg, nem lehet kizökkenteni, egész egyszerűen nem lehet kizökkenteni. Visszakanyarodva még az amerikai dolgokra, hogy én is úgy gondolom, hogy nyilván az váltotta ki a legdurvább reakciót, hogy ezt megpróbálták rögtön így eltusolni, hogy nem is azért, meg most akkor kirúgtunk 3 rendőrt, egyet meg így vád alá helyeztünk, nem, az Dada. Mind a 4 rendőr azonnal a lehető legsúlyosabbat, amit ezért kaphat, mert az ott mind a 4 rendőr hibája, mert nem csak a Chauvin, hanem a másik 2 is ott érdelt a csávó hátán közben, és nyilvánvalóan ez most már a sokadik ilyen eset az elmúlt években. Annak a rendőrnek, akinek a Chauvinnak, aki ugye a George Floyd nyakán térdelt, neki valami 17 ilyen kihágás van már a neve mellett, ilyen túllépés, meg túlkapás. Benne volt az elmúlt évben 3 lövöldözésben, abból egynek volt halálos áldozata, szóval, hogy ő valamiért mindig oda keveredik, ahol ilyen dolgok vannak, és ez nyilván tökre nem oké, úgyhogy én abszolút megértem, hogy elszakadt a cérna, azt is abszolút megértem, hogy ezt már nem lehet peaceful protesttel végigcsinálni, hanem igenis szükség van arra, hogy ezek az emberek felhívják magukra a figyelmet. Nyilvánvalóan, ahogy egyébként a tüntetők nagy része, úgy én se értek egyet a looting részével a dolognak, és nyilván nagyon sok ilyen bad actor van a tüntetők között, akik nem feltétlenül a tüntetés miatt mennek oda, hanem akár szélső jobboldali, akár szélső baloldali szervezetek ilyen beépített emberei, meg csak a brahi kedvéért mennek oda, és most szórakozást látnak abban, hogy be lehet törni a Nike Bolt kirakatát, és el lehet lopni a Louis Vuitton táskát. A Nike Boltban? Hogy működik ez? Akár a Nike Boltból is. Szóval ezzel abszolút nyilván nem értek egyet, de hogy így egyre több olyan videó van fönt, ahol pont tegnap találtam egyet, hogy valami ilyen 2 méteres ilyen ketrecharcos ilyen afroamerikai csávó rakta fel a saját instájára, hogy megy és elveszi a gyerekektől a graffiti festék súlyót, így te ne rongáljál, tehát hogy ennek most nincs értelme, ez nem arról szól, hogy te itt a saját kényed kedvedre végre összegraffitizhetsz valamit, ez nagyon nem oké, és nyilvánvalóan a 2 méteres fekete ketrecharcosnak hát átnyújtották a mostanáló visszajokat. Úgyhogy, és nyilván nagyon szomorúnak tartom azt, hogy az az ország, ami a világ legnagyobb és legfelvilágosultabb és legmodernebb és leg,
demokratikusabb országa kéne, hogy legyen, a nem tudom, az álmok földje, ott egy ilyen fogyatékos ül a trónon, tényleg, és eljuthattak erre a szintre, és nem tudom, a ma reggel én is azzal ébredtem, hogy így megnyitottam a Twittert, és akkor láttam most az új bibliás képét a Trumpnak, hogy a Fehérház oldalában, most azt nem tudom, láttad, hogy lefotózták valami bibliával, volt valamilyen fotósút, hogy lefotózták egy bibliával a kezében, nem tudom, de hogy nyilvánvalóan ahhoz, hogy a Fehérháznak arra az oldalára el tudjanak jutni, ahhoz ment előtte a nem tudom, a katonaság vízágyúkkal, és el kellett onnan takarítani az útból a tüntetőket, tehát hogy teljesen nem is evilági, ami ott történik. Nem. Ez az egyik, és nyilvánvalóan ez, ahogy te is mondtad, valamilyen szinten párhuzamba állítható azokkal a dolgokkal, amik itthon történnek, és azok ellen se teszünk semmit, és ez csak ugyanúgy el fog harapózni mind a két irányba, mert nyilvánvalóan ezt a deáktéri tragédiát is most elkezdték politikai célokra használni itthon is. A különböző szélső jobboldali szervezetek, hogy még több erőszakot szítsanak, szóval igen, nincs a bűnösöket el kell ítélni, ugyanakkor meg, ha ezt most nem tettünk semmit az elmúlt 50 évben ez ellen, és most itt tartunk, ha a következő 30-ban sem teszünk semmit, akkor csak még durvább lesz a helyzet, és ez nem fog egyik napról a másikra megváltozni. Itt volt egy kérdés, hogy az előítélet bármilyen formája elfogadható-e? Az előítélet alatt arra is gondolva, hogy lehet az, hogy a magyarok közvetlenek, vagy magyarok lusták, de ilyen szerintem az is, hogyha én ránézek valakire, akkor már van egy körvonalazódott gondolatom az emberről, akár rossz, akár jó irányba, viszont később ez bármikor megváltoztathatom. Ugye nagy különbség van az előítélet és a prekoncepció között. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nincs olyan, akinek nincsen előítélete. Én egy meglehetősen liberális embernek tartom magam, de nekem is vannak előítéleteim. Ez nagy valószínűséggel a munkámból ered, nekem Swift döntéseket kell hoznom. Nyilván videójátékokra, érted? De ha látok valamit, akkor abból feltételezek még valamit, és abból feltételezek még valamit, és abból feltételezek még valamit, és aztán így alakul ki az én véleményem. Szerintem az előítélettel önmagában semmi baj nincsen, ameddig hajlandó vagy elengedni, és nem tartoz vissza téged semmitől. Én szeretek felülvizsgálni dolgokat. Vannak dolgok, amiket így évente felülvizsgálok, vannak emberek, akiket kifejezetten nem szeretek. Nem szeretek velük együtt dolgozni, nem szeretek velük együtt időt tölteni, nem szeretek közös projekteket csinálni velük. Viszont ezt évente én általában azért felül szoktam vizsgálni, de csak így, hogy így bedugom a lábujjamat a vízbe, hogy na vajon te még mindig egy hatalmas fasz vagy-e, vagy az elmúlt. És szerintem ez fontos, ez a fajta nyitottság az emberek is minden másfelé. Évente egyszer megpróbálok gombát is enni, aztán rájövök, hogy most döntsd el, hogy növény vagy állat, és miért vagy undorító. Úgyhogy szerintem az előítélet az egy önvédelmi mechanizmus. Alapvetően szerintem nincs vele baj, egészen addig, ameddig nem ragaszkodsz hozzá fogal körömmel. Nekem a legnagyobb problémám azzal van, hogy amikor így kezdesz egy mondatot, és ezzel a Julcsival is nagyon fontos a kapcsolatunkban, hogy nincs olyan, hogy soha és minden, mert semmi sem fekete-fehér ezen a világon. Én nem az van, hogy soha nem mosogatok, és nem az van, hogy minden négyzetcentiét én porszívózom ki a lakásnak, mert egyik sem igaz, mert hogy én is mosogattam már háromszor, és ő is porszívózott már többször. Úgyhogy
És ugyanez a helyzet szerintem a rasszizmussal is, hogy nem mondhatod ki azt, hogy minden cigány, nem mondhatod ki azt, hogy minden fekete, nem mondhatod ki azt, hogy minden ázsiai. Mert gecire nem így van, hülyeség, egész egyszerűen ezek, tehát hogy minden ember más, és lehetséges, hogy vannak jellemző vonások. És egészen biztos vagyok benne, hogy a feketék között is van egy csomó, aki azt mondta, hogy fú, jó, akkor végre meg lesz a 4K TV-m, mert megint háború. És elmegy, és ellopja azt a 4K TV-t a Walmartból, mert most lesz egy 4K TV-je a Walmartból, mert senki sem arra figyel éppen, hogy mi a helyzet a 4K TV-kkel a Walmartban. Viszont az emberek nagy többsége viszont egy olyan lehetőséget lát ebben az egészben, hogy amit a, hol is, Los Angeles-i sort of polgárháború, a rioting volt az, ami az O.J. Simpson per előtt volt, nem sokkal. Mert akkor szétrobbantották a várost. Szóval nagyon sok ember azt látja, hogy nagy szükség van az amerikai rendőrség öntisztulására. És láttam erről egy tök jót, hogyha ugye általában az a hivatalos álláspontja a vezetésnek, hogy a few bad apples. És ez két dologból is vicces. Az egyik, hogy ez egy mondás, hogy jaj, csak egy pár rossz alma, így használják, viszont a teljes mondás az úgy hangzik, hogy a few bad apples ruins the batch. Tehát, hogy egy pár rossz alma megrohasztja a többit is. Tehát az, amikor ezzel védekeznek, az mindig végtelenül vicces tud lenni, és ezzel kapcsolatban láttam egy tök jó tweetet, hogy ha az Apple-nél lenne egy-két rossz alma, akkor visszahívnák az összes almát. És ez igazából a helyzet, hogy tagadhatatlan az, hogy kibaszott nagy problémák vannak. És ezzel valamit csinálni kell. Egész egyszerűen valamit csinálni kell, senki le se szarja, és az a helyzet, hogy most a lehető legrosszabb időben vagyunk arra, hogy valamit csinálni lehessen. Nem csak a világjárvány miatt, hanem Trump miatt. Mert hogy ránézett Trumpra, nem az jut eszedbe, hogy na, ha valaki rasszista ezen a földön. Ha valaki rasszista, ha szeretnéd a horogkeresztet lecserélni valamire, akkor nem ennek az embernek a hajának az íve lenne a horogkereszt, az új horogkereszt. Tehát, hogy ez a lehető legrosszabb pillanat arra, hogy bármit megoldjanak, bazdmeg! Nem is azt, hogy... Istenem, bazdmeg! Hogy a büdös picsába jutunk el idáig? De tényleg, tehát semmi nem mutatja jobban azt, hogy rohadt bazd meg az emberiség a kibaszott kórjából, mint az, hogy Amerikában egy ilyen ember tud hatalomra jutni. Magyarországon meg dalokat írnak ennek a kibaszott faszfejnek, érted? Hogy hát 10 éve ülsz a nyakunkon, te geci, te, bocsánat. És dalokat írnak róla, érted? Tehát, hogy itt tartunk jelenleg, és hogyha ez nem teljesen egyértelműen vetíti előre azt, hogy itt kibaszott komoly problémák vannak, akkor nem tudom, hogy micsoda, nem tudom, hogy mi fogja felébreszteni az embereket. Need More Coffee, nagyon szépen köszönöm a Prime-ot. Igen, általában ez egy sokkal megnyugtatóbb stream szokott lenni, úgyhogy kérlek, ne ijesd félre. If the looting starts, the shooting starts. Így van. Ezt gondolta kiírni, mert ez az, ami így megnyugtat, nem? Ne csináld, mert lelőlek. És amikor megölnek valakit, a te... Nem is tudom, a kis érzelmi körödből, akkor általában az nyugtat meg a legjobban, nem? Hogy szerintem ne csináld ezt, mert téged is lelőlek. Le vagy némítva, kaci.
Most jó? Most jó. Most jó. A kicsit, kicsit más téma, csak pont most láttam egy képet Twitteren, vagy hát ehhez kapcsolódva, de hogy mégis kicsit más, hogy ugye a többen is a héten terveztek ilyen nagyobb bejelentéseket így a játékiparban. Igen. Hogy így az EA is kiírta, hogy akkor most nem lesz, mert hogy úgy gondolják, hogy most van fontosabb dolog, amiről beszélnie kell a világnak, meg így mindenkinek. De arról nem. A Sony is ugye igen. bejelentette tegnap, hogy elmarad, hogy akkor most elmarad a június 4-i dolog. És hogy nyilván már emiatt is támadták őket, hogy persze, csak megint valami indokat kerestek, de mindegy, nem is feltétlenül ez a lényeg, hanem hogy ugye ezen a hétvégén kezdődne most az E3 igen. Los Angelesben. És hogy pont most láttam egy ilyen... Nem jövő héten? Hétvégén. Nem, ezen a hétvégén igen. lenne eredetileg, igen. És hogy egy a Los Angeles Convention Center az egy ilyen military base gyakorlatilag, hogy állnak bent a páncélozott Humvee-k a kertben, meg ott masíroznak a katonák, és tényleg, nem tudom, 100 katona jármű, meg itt ugye mennyi katona ott van a Convention Centerben. És hogy így kicsit ez ilyen öröm az ürömben lehet most a játékipar résztvevőinek, hogy jött ez a koronavírus dolog, és már így le kellett fújni mindent hónapokkal ezelőtt, mert képzeld már, hogy most 4 nappal az E3 előtt gyújtják föl a Convention Center-t, amikor tényleg több 10 000 újságíró utazna oda a világ minden tájáról, és már nyilván mindenkinek le van foglalva a szállása, megvan a repülője. De most nem digitális lett volna az E3? Hát nem lett volna semmilyen. Szóval idén nincs E3. Egy semmilyen formában. Ja, jó. Summer Game Festival van, meg amit a Geoff Keighley csinál, meg külön külön ilyen showi, de most nincs semmi, ami összefogja az egészet. Szóval nincs idén effektíve E3, de ha lett volna, akkor most nyilvánvalóan most kéne lefújni 2 nappal előtte, mert vagy nem tudom, az újságírók nagy része tök mindegy, hogy most egy 5 év múlva megjelenő a Last of Us 3-mal játszhatna már most, valószínűleg akkor se utazna el az Egyesült Államokba most 4 napra. Nem nagyon. Nem. Meg most ugye általánosságban sehova. Nyuszi is írja, hogy a Gamescom lesz tuti digitális. Igen. Csak ugye az E3 digitalizálása az common sense. Mert hogy annak újságíróként és kiállítóként sincs sok értelme valójában. Mert az E3-ból többet látsz itthonról, mint a helyszínről. Ja. Amellett, hogy vannak valójában a hands-onok. De a magyar piacot nem a hands-on hajtja, ennyi, meg az exkluzivitás, ennyi kulisszatitkot engedjetek meg. A Gamescom digitalizálása viszont azért problémás, mert a Gamescom az nem arról szól, amiről az E3. Az E3 az újságírókat, PR-osok gagyogtatják a... Fordítva. De nem, így a Mafia 3 színpadai mögött. A Gamescom viszont egy commercial cucc. Tehát a Gamescom az arról szól, hogy az a 250-300-400 000 ember, aki ellátogat a Gamescomra, annak így odatolhasd az arcába a játékodat, és azt mondhasd, hogy figyelj, ez az én játékom, a október 23-án jelenik meg, ide akarod adni a pénzed most, vagy megvárod esetleg a 23-át, ígérem, lesznek előrendelői ajándékok, 2 darab matricát is adunk hozzá, illetve lesz egy zenei CD is, amit nem tudsz berakni semmibe, mert már semmiben nem lehet CD-t rakni, de ott lesz, úgyhogy well done. És ez az Indiknek nagy lehetőség. Igazából a Gamescom. És ennek a digitalizálása olyan, hogy oké, de akkor hogy fog rám izzadni a 270 kilós Pikachu? Jaj,
Illetve, hát ugye most... Ez nagyon szép, hogy az E3 az egyetem, a szintiszta elmélet, a Gamescom pedig a kőkemény gyakorlat. Bizony, bizony. Hogy, főzök egy kávét. Én... Ne haragudjál. Sony bejelentette a halasztást, meg a... nem tudom, mindenki, de egy játék megjelenik ma, a Valorant, amit ugye nem másod ki, mint a Riot Games, úgyhogy... nekik ez most betalált. Na, amíg nincs itt Dávid, addig lehet bármit, bármit is csinálni, bármit is kérdezni. FG kulizatot, akkor Katival 3-2-1, ott bizony, úgy bizony. Bocsánat. Gyorsan, gyorsan, mert már jön vissza. Itt vagyok. Há-há-há, mit akartatok csinálni? Na, amit ilyenkor szoktunk. FG kulisszatitkok Kacival? Na menjetek ti a... Screamingcam, nagyon szépen köszönöm a 4 hónapot. Jó reggelt, jó reggelt, jó reggelt. Na, nem fieskedjünk, nem lesz itt izé stream hijack. Honnan van a Hendrix plakát? Járt a... Én egy albérletben lakom, és ez így gyárilag itt volt. Ez egy gyári Hendrix. Gyári Hendrix. De tök menő, nagyon. Elhagytad a kamerát. Most elállítottam, és soha nem leszek frame-ben újra. De most sokkal jobb, mint volt. Igen? Aha. Szép. Véletlenül ügyesebb vagy. Kaci, fél szóval említetted, hogy vagy van még kérdés ezzel a témával kapcsolatban? Túltárgyaltuk? Én kiadtam. Figyeljetek, rasszisták, pupákok vagytok. Ennyit még hozzá tudok tenni. Ezen kívül pedig Kaci, fél szóval említetted azt, hogy igen? Hogy dolgozgatsz a Twitch csatornádon. Bizony ám. Ez itt a reklám helye. Twitch.tv/Kaci_csal. Valaki már lecsalta az egyben írt Kaci csalt, úgyhogy... És nem írtál rá, hogy mi a fasz? Ráírtam, de nem válaszolt. Pedig. Na mindegy. Szóval a Kaci_csal, ha minden jól megy, akkor július van indul. És nagyon jó lesz. Remélem, szalmas lesz. Júliusban indul, és nagyon jó lesz. Júliusban indul, és nagyon jó lesz. Még nem tudom, hogy mi lesz ott, de valami lesz. Ja, hogy még nem derült ki, hogy mi lesz a content valójában. Még nagyon, nagyon sok minden nagyon képlékeny a csatornával kapcsolatban, de meglátjuk. Mérhetetlen mennyiségű Just Dance. Hát, most átrendeztem a lakást, úgyhogy a Just Dance nem nagyon fér be, de... Azt mondja, hogy akkor ezek szerint Just Dance stream is lesz. Lesz Just Dance stream? Nem tudom, hogy miért... Gyerekek, szerintem egyébként hogy... meg tudjuk ezt annyira pusholni, hogy az első stream egy Just Dance stream legyen. Jaj, közös Just Dance stream. A Jeffrey Epstein, Filthy Rich, igen, láttam, tolja az arcomba folyamatosan a Netflix, de én most végignéztem a Tiger King-et. Én most kezdtem el a Tiger King-et. Hol tartasz? Nemrég, a 4. epizód nál járok, és én mindenféle prekoncepciók nélkül mentem bele a Tiger Kingbe. Bocsánat, már 5. epizód. Akkor szóval, csak 3 van. Szóval nekem fogalmam nem volt, azt tudtam, hogy valami félbolond ember, meg tigrisek. Aha. És így elkezdtem nézni, és az első epizód felén így megállítottam, hogy így mi a fasz? Tehát, hogy ez így konkrétan micsoda. Ó, gyerekek. És így teljesen nem értem, és aztán, na jó, megnézek akkor még egy részt is. A második epizód közepén szépen ugyanezt, pontosan ugyanezt éreztem, hogy nem gondoltam, hogy ezt lehet fokozni még,
de hogy így a második rész közepére, meg hogy mi a... Mi a fasz? Mi a fasz konkrétan, és hogy így azóta már így, nyilván azóta is egyre nevetségesebb dolgok derülnek ide, hogy így addigra szerintem beállított egy olyan szintre a sorozat, hogy... hogy most már így nem lepődök meg nem mindenem. Nem tud meglepni, igen. És az a baj, hogy én úgy találkoztam Joe Exotickal először, hogy az amerikai elnök választás előtt John Oliver így sorra vette az elnök jelölteket, és berakott egy-két ilyen kampányvideót, és sajnos közte volt Joe Exoticé is. Viszont az egész annyira kibaszott szürreális, tehát hogy már nem is nyomasztó. De képzeljétek el egy sorozatot, ahol a legszimpatikusabb karakter az egy drogdíler. Tehát, hogy egy nem drogdíler, hanem egy drogkártelnek a vezetője. Ő a legszimpatikusabb az egész sorozatban. Mindenkit utálsz, kivéve van egy ilyen retrospektív epizód. Az utolsó epizód. Az egy ilyen retrospektív. Ahol beszélgetnek az emberek, nem jut eszembe a színésznek a neve, pedig imádom, nagyon vicces. Aj, bazzeg, nem jut eszembe, mindegy. És ő kérdezgeti a tagokat, hogy mi a helyzet, mi történt azóta. Úgyhogy... Tiger King, Jan. Parádé. Ja, hibátlan, úgyhogy... Úgyhogy ezt most még befejezem. Én egyébként végignéztem most ha már... Netflix meg dokumentum, én végignéztem a Last Dance-et. A Last Dance-et végignézted? Végignéztem. Engem úgy is érdekelne a Last Dance, hogy leszarom a kosárlabdát? Igen, úgy is érdekel. Úgy is jó. Én semmit nem tudok a kosárlabdáról, tehát hogy én Michael Jordant, meg Kobe Bryantet tudtam, hogy melyik csapatban játszik. Senki másról a kosárlabdában, akik valaha játszottak, fogalmam nincs, hogy ki melyik csapatban van, vagy volt. Hát nem tudom. Scottie Pippen még megvan. Nekem Scottie Pippen még új. Tehát, hogy nekem úgy van meg, hogy ő még egy új, újonnan csatlakozott a Chicago Bullshoz. Tehát, és amikor ezt elmondtam Baskának, akkor, tehát olyan 97-ben, ugye? Mondom, hogy lehet, hogy a körül vesztettem el a kosárlabdás dolgokat, de hát nálunk a kosaras kártya az annyira ment. Annyira ment. A Yu az szerintem borzalmas. Én abból három epizódot hagytam, és azt mondtam, hogy ez a Tini Dexter, és aztán... Úgyhogy én nagyon-nagyon élveztem a Last Dance-et, úgyhogy tényleg annyi emlékem van gyerekkoromban a... izéről, a kosárlabdáról, hogy tesi órán néha, amikor egy évben egyszer játszottunk, akkor rám kiabált a kornotán, hogy lépés hiba! Tehát, hogy így, ennyit tudtam tényleg a kosárlabdáról, és itt nagyon-nagyon élveztem, tehát nagyon érdekes volt. Azzal együtt, hogy nyilvánvalóan ez is ilyen kicsit, nem tudom... Californication? Azért van benne egy kis romanticizálás, nem tudom, szóval, hogy azóta már páran elmondták, hogy hát az amúgy nem tökéletesen úgy volt, de egyébként, meg nem tudom én, 80-90%-ig pontos, meg nyilván felvételeket mutatnak, meg ilyesmi, nyilván azok sértődtek meg, akik maradtak ebből, de hogy nagyon érdekes volt sok szempontból, hogy azt tökre tudom ajánlani, és amire meg majd rá akarok menni, az egy haverom mondta, hogy ő nagyon rajta van így a háborús dolgokon, és ilyen van, nem tudom, a polcán világháborús eredeti sisak, meg ilyenek, és hogy őt kérdeztem, hogy így a háborús dokú dolgokból mit érdemes nézni a Netflixen, és mondta, hogy hát szerinte a vietnámos az annyira jó, hogy ő konkrétan leültette oda a csaját, és mondta, hogy addig nem mész el, amíg ezt meg nem nézzük, és megnézték együtt. Na, én ilyet Gyulcsival nem csinálok. Főleg nem háborús dolgokkal. Melyik vietnámos? Ez azt hiszem, ez a téma, hogy vietnám. Igen?
mindjárt megnézem, de... Ja, mert én most keresek újat, mert a saját idős sorozataim azok kifogytak. Még a izét... Ó, igen, elkezdtem a Snowpiercert! Elkezdtem... Vietnam War ez a címe. Vietnam War. Jung, elkezdtem a Snowpiercert, 3 epizód volt kint, amikor végignéztem, tudom, mikor jön a negyedik. Az első epizód az teljesen elvette a kedvemet, igazából az élettől is. Tehát ha lett volna bármi más, amire képes vagyok aznap, akkor nem néztem volna meg a másodikat. De megnéztem, és így egyre jobb. Egyre jobb. Mert a film az nem volt annyira fasza, én a könyvet nem olvastam, úgyhogy nem tudom, hogy hova fog ez kifutni, de megkedveltem egy-két karaktert, az a helyzet, és hétfőként van, tehát hogy most akkor van új rész. Jó, akkor azt megnézem ma. Nem rossz, nem rossz. Látszik, hogy nincsen benne olyan mérhetetlen mennyiségű pénz, abból ítélve, hogy egyszer mutatták a havaslankákon átsuhanó vonatot eddig, és ez kicsit olyan volt, mintha valaki egy damira kötött vonatra ráhúzott volna egy... tudod, ez ilyen fake vonat, tudod, a kis makett vonat. Úgy nézett ki, mintha egy elhúzták van, és rárakott volna egy blue blur effektet. Nice. Ja, szóval nem abban van az összes pénze a Netflixnek, de egyébként ilyen kis élvezhető. Még valahol a Guilty Pleasure és a jó sorozat között. A CGI az, hogy is mondjam, nem jött össze annyira, viszont izgalmas. Tehát, hogy a második részben már voltak olyan izgalmas fordulatok, amik itt tetszettek, meg úgy fenntartotta az érdeklődést. Na, de ez jó hír, hogy a kosárlabda érdeklődés és tudás nélkül is élvezhető a Last Dance, mert a minősége az elég jónak tűnt. Abszolút, abszolút élvezhető. Csomó mindent, nem tudom, tanultam. Ezek én iszonyatosan rajta vagyok ezeken a... hogy hívják? Dramamentary? Nem, az a dramatizált dokumentariken. Emlékszel az O.J. Simpsonosra? Azt nem láttam még, de így valamennyi fogalmam van róla. Túl kell lendülni egyetlen egy dolgon. Egyébként zseniális a sorozat, bazd meg. Tényleg hibátlan. Egy dolgon kell túl lendülni. Azon, hogy mi a fasz történt John Travoltával, mert ő játsza O.J. ügyvédjét. Tehát nem Johnny Cochran, ennyit segítek, tehát hogy nem festették feketére. De... Nagyon durva. Az is, hogy hogyan néz ki, meg az is, hogy hogyan játsza. Tehát, hogy egy kicsit ilyen... kicsit idegesítő, na. Viszont bazd meg, az O.J. Simpson, az... van valami előcíme. Csubakka trükk. Hát benne van. American Crime Story. American Crime Story, így van. Kibaszott jó, gyerekek, kibaszott jó. És abból van egy másik, a Versace, de ezt nem néztem meg. Space Force, az új. Nem, láttam a trailert, Julcsi is nézte, és mondta, hogy őt érdekli igazából. De... Az Steve Carell, ugye? Igen, igen, ja. És a trailer alapján tök jónak tűnt, de aztán ilyen közepes kritikákat hallottam róla. Nem egy Office. Hát azért, mert az Office-hoz kell Ricky Gervais. Ricky Gervais viszont az Afterlife-ot csinálja, és még mindig nem láttam a Season 2-t az Afterlife-ból, mert azt akarom, hogy ahhoz nekem egy tökéletes hangulat kell, mert az Afterlife az hát az egyik kedvenc sorozatom lett. Ez annyira kibaszottul el van találva. Államvizsgás teszthívás. Ajajajajajaj. Sok sikert mindenkinek, aki vizsgázik, meg érettségizik, meg matek dogát ír, meg első randizik a szerelmével, meg egyáltalán csak túl akarja élni ezt a napot. Arra számítottam, hogy Júlcsi idehozza a kávém, de egyre inkább úgy tűnik, hogy ez nem fog megtörténni.
Én most újra néztem az Afterlife Season 1-et, most mikor kijött a 2, és aztán végül a 2-ben már nem vágtam bele. Annyira hibátlan az 1, hogy... így valahogy nem volt. Volt lelkérőm belevágni a 2-be. Meg se nyomtam a gombot. Úgyhogy... ez nem sikerült annyira. Hajrá Nyuszi, hajrá Nyuszi. Én tegnap átküldte nekem a PPT-t, amiben egyetlen magyar szó sem volt. Úgyhogy, meg ilyen kanjik. Nem tudom, szerintem valami rajszakkörre jár. Ilyen furcsa sorminta. Én nem néztem Mr. Robotot, bazzenek, pedig azt mindenki ajánlja, és én nagyon szeretem azt a színészt, akinek majd most mindjárt eszembe jut a Rami Malek. Ugye? Rami Malek. Igen. Nagyon csípem. Le kell adni a diplomát. Küldjük mindenkinek az energiát. Ebben volt egy kis erekció is, de majd elrakod, ahova el tudod. Ó, egy pillanatra, míg ide raktam a kezem, addig olyan jó volt, nem volt kiégve az arcom. Nem olyan egyszerű az. Várjál. Ja, az utolsó két mondat magyar volt. Freddie Mercury, így van. És sose szerettem úgy Isten igazából a Queen-t, de amiatt, a film miatt megkedveltem. De aztán utána beszéltem Bézével, aki hogy is mondjam, meglehetősen nagy Queen rajongó, és jelezte, hogy de hát ez nem így történt rám, azt ugye tudod, hogy ez nem így történt. De van, hogy figyelj, Rami Malek alakítása nekem igazából eladta. Ja, és Bézé is sírt, úgyhogy. Bézé is sírt? Hát a filmen. Ja, hát persze. Ura volt, ott ültem mellette. Nyilván én is sírtam pedig. Na mindegy. Ja. Pedig te kőkemény vagy, mint Tarzan talpa. Hát, valaki. Igen. Ha valaki, akkor én. Baba, ide hozod a kávémat, kérlek. Ja, hogy már el is indult vele. Milyen kedves vagy. Köszönöm szépen. Kicsit megkésett kávészünet, de semmi baj. Annyi baj legyen. Gyerekek, azt mondjátok meg nekem, hogy a heti program egy kicsit össze van kuszálva. Mit szóltuk, hogyha lesz a héten barkácsolás, és összerakunk egy ilyen kerti grill asztalt együtt valahogy. Grill asztalt, az milyen? Grill asztal. Oh. Hát de azt kérdezem, hogy az milyen. Change lights to hot pink. A grill asztal. Tehát ez egy ilyen grill pult, egy tálaló pult a grill mellé, aha. Ahova... Szóval egy asztal. Pult. Jó, akkor egy pult, de hogy... Az asztal és a pult között nagyon sok különbség van, András. Jobb, ha tőlem tudod. Jó, de te mondtad, hogy grill asztal. Igen? Igen. Grill pult. Szóval egy szimpla asztal, látod? Más is ezt mondja. Jó van, nyugalom. Szóval egy asztalt a grill mellé. Így van. Nem, egy pultot a grill mellé, jó, nem asztalt. Pult a grill mellé. Egy jó. Pultot, amihez oda tudsz kacsázni, és le tudod venni róla az általam elkészített hamburgeredet. Köszi. Igen, azt akartam mondani, hogy most mindenki... Change lights to blue. Vagy én is csak addig viccelek ezzel a grillpulttal, amíg egyszer át nem megyek, és mindenki kap róla a hamburgert, csak én nem, ugye? Igen. Lehetséges, hogy már ez is elég volt ahhoz, hogy végignézhessd, hogy mindenki eszik. Úgy nagyon jó ez a grill. Annyira egyszerű vele dolgozni. Kevés dolgot szeretek jobban. Látod? Egészen csak... Győrmoson Sopron megyébe kell lemenned egy hamburgerért, és nem a város másik felére. Nem grillpult!
Nem tudod mit, csinál nektek a faszom grillpultot, majd megcsinálom, aztán majd soha nem fogjátok látni. Vagy az egész... Azzal gondoltam, hogy egy kis medence elfér itt az erkélyen, de... Én azt kiszámoltam, hogy ha nem hajlandó kinőni a fű a kert sarkában, akkor oda kell rakni egy ilyen felfújható medencét. Az nagyon vicces lenne. Az már kiderült, hogy az összes bokrot oda fogjuk rakni a kertben, ahol egész egyszerűen nem hajlandó kinőni a fű. Mert hogy vannak ilyen részei, amik így puh, mint egy gép, érted? Ilyen pecsekben. És aztán vannak olyan részei, amik meg így ki vannak rohadva. És kettőről tudom, hogy Eli oda pisil. Úgyhogy ott sose lesz semmi. Csak az a baj, hogyha oda rárakok egy pultot, lehetséges, hogy csak így körbe kéne vennem fával, hogy na, Eli oda pisil. Kis táblácskával. Eli húgyozó. Jaj. Találtam az alzán dino formájú medence. De valójában ez egy kör alakú medence, csak dino mintás, de valaki azt gondolta, hogy ez dino formájú. Imádlak, Sas. Te vagy a kedvencem a földön. Change lights to teal. Loves ya. Szia, Csaszit! Jaj, Istenem! Ajaj! Lesz ma dolog. Ja, lesz. Lesz ma dolog, sajnos. Kacusom, 5-kor fogunk találkozni. 5-kor fogunk találkozni. Ja, nekem addig meg kell csinálnom a műzékat. Titkos megbeszélt helyen. Titkos megbeszélt helyen. Járó motorral várjál. Átadom a szajrét. Ott fogom zúgatni. És aztán törölt ki a számomat. Ne, ez mókás lesz, most ígérem. Legalábbis remélem, hogy a kreatív csúszok addigra elindulnak a testemben. És nagyon nagy elégedettséggel és nagy haladás után fogunk felállni az asztaltól. Ez a terv. Jó kurva idegesítő lehet végighallgatni azt, hogy úgy beszélünk valamiről, mint hogyha ez egy ilyen nagy... De el fogjuk mondani, hogy mi ez. Ja, Kacinak van jogsia. Nekem nincs. Viszont van, kéne csinálni jogsit. Mert Kaci, elviszel vezetni? El. Hogy ne vinnélek. Megtanítasz? Persze. Tisztában vagy a táblákkal? Vagy csak az van meg, hogy a gázzal megy gyorsabban? Még így nagyjából így emlékszem. Hogyha nem tudom, hogy mit csinál a tábla, akkor ott nem parkolok le. De így nagyjából még a legfontosabbak, tehát a stop táblát, meg az elsőbbségadás kötelezőt, meg az egyirányú utcát, meg az ilyeneket még ismerem, de... Jó. Értelek, András, ezeket én is felismerem. Nagyon sok olyan tábla van, amit így nem tudnék tökéletesen behatárolni, úgyhogy 13 éve van jogsim. Ez baj. Akkor kitől fogok tanulni? Hát van egy úgynevezett könyv. Nem szeretek könyvből tanulni. Majd streamelem az online vizsgákat, vagy az online ilyen felkészítőt. Így. Nem tudom, hogy van-e app a táblákra egyébként. Biztos, hogy van. Mindenre van. Viktortól tanulok. Persze. Viktortól Minecraftozni tanulok. Tényleg a Minecraftot is folytatni kéne. A Last of Us-t is el kéne kezdeni, az Orit is be kéne fejezni. Úgyhogy lehet, hogy Hearthstone-ozok egy kicsit. Na drágáim, viszont keressünk valakit, akit beraidelünk, mert 11 óra van. És nekem ma még kertet kell ásnom, meg Google Docs-ikat kell csinálnom, mielőtt találkozunk Kacival a szuper titkos projektünkön. Úgyhogy, nekem is kell Google Docs-okat csinálnom? Neked csak meg kell mondanod, hogy én milyen Google Docs-it csináljak. Hogy aha, megfelelő formátumú legyen az indulásnál. Hát olyat csinálsz. Jól van. Jó. Viktor streamel? Na hát akkor ezt se kell sokáig keresgélni legalább. Viktor streamel.
streamel. Persze. Tényleg. Nem annót. Azt nem tudom, hogy... Nagyon sajnálom, hogy nem annót, annóra megyünk, pedig tudom, hogy mindannyian az annóra vágytok. De... Ez van. Csalás van. Sajnálom. Megkérdezhetitek tőle, hogy mikor lesz annó, csak nem ajánlom. Mert ott az ilyen kérdésekért az undorító diktatúrában not unlike other Victors vannak kérdések, amiket sajnos nem szabad feltenni. 100k pontért. Igen, 100k-ért meg lehet. De oda megyünk, gyerekek, mert szeretjük Viktort. Én meg titeket, úgyhogy Twitteren fogom közölni a következő időpontot, mivel hogy a hétfői stream az elmaradt, ezért szerdán pótolunk dolgokat, az egész biztos. Addig is maradjatok nagyon szuperek, és kacikám, neked is szép napot. Én köszönöm a lehetőséget, szép napot mindenkinek. Várjuk a Twitch csatornádat és a Just Dance-t. Úgy lesz. Sziasztok! Is my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that.